Jó vajnat kívánok mindenkinek! Figyeld! Sapka, sál, kesztyű, hajnal egy óra van, vagy kettő, vagy tököm se tudja, Veszprém, Valeo. Fölkeltettek, egyre jöttem gyerekek, és azt csináltam, hogy eljöttem otthonról, este már. Mondom, tök felesleges idejönnöm hajnalba, hát akkor már nem hagyom otthon a családot aludni, én is itt bóklászom hajnalba, úgyhogy eljöttem este 10 órakor, hogy a babám le tudjon feküdni, ne zavarjam. Mondtam magamban, hogy eljövök ide, aztán itt alszom, mert ugye egy órási volt a rakodásom hajnalban. És 1:45-kor felkeltettek, kész van az áru. Egy másik kollégával rakodok, az most fönn van egy ponyvásra itt a rámpán, őt rakják meg most. 9 kis palettát kell elrobbantani valami Mercedes prototípus gyárba. Köd van, hideg van. Gyerekek, azt hittem, hogy itt most csúszni fog, és akkor úgy számoltam különben. Úgy se lesz kész, mert fölkeltenek 2-kor, 3-kor, 4-kor, kialszom magam. Lófügy, gyerekek. Most ilyenkor, amikor aludni az ember, akkor kész van az áru, nem kell várni. Aludjatok még jól, amikor hajnal van, vagy hajnal sincs. Vagy hogy mondjam. Ja, megmondom, 1:46 kapuk. Megvan, gyerekek, tehát gyorsan mondom akkor, hogy hova vagy mi ez? Weiblingenben megy a cucc, és a Mercedes-Benz prototípus parkba. 9 kis palettát kaptam, 1100 kiló. Gyorsan megmutatom, jó? Hát, ha nem szólnak rám. Figyeld, ott a róka. Látod? Most ment ki a kerítésen. Durva, milyen szép volt, mi? Itt pariát. Na, szóval 9 kis paletta van. És hát éppen hogy befért. Hát egymásra nem lehet rakni. Rajta van a tetején egy kis táblácska, hogy don't top load or step on. Ne rakjál rá semmit, vagy ne lépjél rá. És akkor ebből a kis palettából van 9 darab, épp hogy befért. Becsukom. És akkor mutatom a hátulját, hogy mennyi hely maradt nálam. Milyen jó kis sapkám van, látszott? Babám vette nekem. Szóval, így néz ki, látod, ennyi hely van, oda még befér mellé a kis cuccom, aztán hát akkor ennyi, fullon vagyok. Két autó rakodott, amúgy egy másik ponyvás kolléga, nem közvetlen kollégám, de mint nemzetközi sofőr kollégám, és ő azt mondta, hogy Sopronnak megy innen Veszprémből, mert hogy hát a súly miatt. Nekem az 1100 kiló az még belefér, tehát én jó vagyok súly ügyileg. Na, lejelentem a dolgokat. Azt akkor neki ugrok itt az éjszakának, vagy a hajnalnak. Az ilyen indulásban 2:20 van. Az a jó, hogy pár órát mész, és gyakorlatilag mindjárt reggel lesz. Állandóan ezt várja az ember, hogy reggel legyen, mikor éjszaka neki lódul. Na most van egy csomó időm, úgymond, hogy most nem éjszaka indulok, hanem hajnalban. Na, értitek-e? De az a lényeg, hogy nem kell sokat mennem este, hanem most indulok. Ezt túl bonyolítottam. Mindjárt reggel van az a lényeg, na. Húzok innen ki. Jó reggelt, nagyon durva a helyzet. Itt megy mellettem a 84-es út, ez egy MOL benzinkútnak a parkolója közvetlenül a határ előtt, Sopronnál. És megálltam aludni. Reggel, vagy hajnalban annyian jöttek dolgozni, hogy ilyen araszolóval jött a, hogy lehetett haladni, és úgy voltam vele, hogy a tököm fog araszolgatni itt nektek, érted? Inkább kiállok itt, alszok 2 órát, aztán lemegy a nagy őrület, akkor neki lódulok, úgyhogy eljött az idő most. Ebben a ködös, szoros, nyálkás időben neki indulok, aztán áthágom a határt, vagy meghágom a határt, aztán megyek akkor tovább. A párom, mármint akivel rakottam, nem tudom hova lett, ő is megállt aludni előttem még. Majd kommunikálom, biztos fog hívni.
140 kilóval több vagyok. Ja, 140. Büntetés lesz belőle, ha minden igaz. Remekül indul a reggel. Örüljünk neki. Azt számolja az úriember. Into Deutsch? No, just a little bit in English. Maximum Kulanz is 2%, yeah? 2% is maximum Kulanz. You have 6.8, okay? Yes. You have to pay 80 euro. 80? 80. 80 euro, mm-hmm. Okay? Pay, then it can go. Then park there. Parking there. Just a minute. €80 és nincs nálam pénz. Na, hát nem is engedett tovább. €80 ki kell fizetnem, és hát az van, ugye félreállított és nem engedett tovább. Azt kérdezte, hogy cash vagy kártya, és mondtam, hogy csak kártyám van. Hát ide szembe fölkészültek, itt van egy bankautomata. 80 eurót le kell vennem, és ki kell pengetnem. Na nézzük, azt mondja, hogy kell egy PIN kód neki. Azt mondja, hogy other, beírjuk, hogy 80, aztán kiadja valahol a lóvét. 35 ezer forint az meg. Vajbringen belváros, hallott? Két paci. Az egyes számot kéne keresni, és nem tudom hova. Nem tudom, hol kell lerakni. De most megy a húzavona különben a súly miatt. Azt mondták, addig ne rakjam le, amíg nem szólnak.
Na, hát akkor ez lenne itt Weiblingenben, vagy Weiblingenben a Maybach Strasse 1, a bejárat a Mercedes-Benz Prototype and Park Weib. Hát valami ilyesmi, tehát itt van egy nagy épület, és itt van kettő sorompó. Ki van rakva ide, hogy be kell csengetni, és csak úgy engednek be. De én most ezt nem tudom megtenni, mert mint az előbb is mondtam, megy a variálás, hogy ugye a büntetés miatt, hogy most valójában mennyi az autónak a súlya. Biztos vagyok benne, tehát 1120 kilóra van írva a CMR-en a súly, 1129 palettára, és hát, jó, ezt most hogy mondjam el nektek, de komolyan, tehát 8, eredetileg 8 palettáért mentem, és az is 1120 kilóra volt írva, ez helyett kaptam 9 palettát, majd lemért az osztrák, és 3740 kiló volt, tehát túlsúlyos vagyok 240 kilóval, úgyhogy valahol valaki hibázott, és most keresik, hogy ki hibázott. Ez az autó, amiben ülök, olyan 2400 valahány kiló körül van, hogyha én benne ülök, meg van benne dolgom, de én nem hordok sokat magammal, tehát alig van nálam cucc, én nálam nincs hűtőtáska, nincsen nálam ilyen sütőfőző szerkezet, kempinggáz készülék, és ehhez tartozó edények, olaj, krumpli, meg tököm tudja, tehát ilyeneket én nem hordok magammal, tehát már ez is simán van 20 kiló, amit én nem hordok, vagy még 30 is. Aztán nincsen nálam ilyen nagy vizes malmon kanna, ami 5, 10 vagy 20 literes, ilyet se hordok magammal, mindig zsugorba veszem a vizet, és most nem vettem vizet, tehát 3 liter van az autóban, illetve üdítőből is van talán 2 vagy 3 üdítő nálam, másfél literes. Úgyhogy igazából az én súlyom az nem rak hozzá nagyon az autóhoz, még ruháim vannak itt hátul, meg van hátul egy táskányi ruhám, ami mennyi lehet 5 kiló, és mi van még nálam, a laptopon valami súly lehet, illetve van egy szerszámos ládának nevezett valami, ami félig szerszámos, félig meg ilyen konzerv van benne, 3 darab vagy 2, illetve van nálam egy ablakmosó, 2 liter vagy 3 literes, meg ugyanígy víz is, ilyen kézmosóvíz. Aztán ennyi, tehát semmi több nincs nálam. Kérdem én, akkor most mi a tök a probléma? Hát nyilvánvalóan, hogy túlsúlyt raktak rám. Hát nem gondolják azt, hogy most én hazudok, vagy én mondok mellé, vagy én nem mondok igazat. Én nem vagyok sáros ebben egyáltalán, és nagyon szarul esik különben, de nem, ez nem a cégtől van, tehát nem a cég felől jön, ahol dolgozom, hanem a megbízó felől. Gyerekek, 32 ezer forintról van szó. Annyi volt az átváltás, hogy 80 euróval. A 80 eurónak ennyi volt az átváltási értéke, ennyit vontak le a számlámról, és most egy ekkora cég, mint ez a, hát nem mondom ki, rohadjon meg, ha Veszprémben rakottam, és 32 ezer forintért most ezt csinálja, hallod? Itt vagyok a cégnél, azt mondták, ne rakodjak le, amíg ki nem derül, hogy mi lesz, vagy hogy lesz. Úgyhogy most itt várakozom a kapunál, és mivel, hogy itt nincs mérleg, nem lehet lemérni az autót, úgyhogy most igazából nem is tudom, hogy mi lesz. Embertelen, de komolyan. Szerintem simán tudják azt, hogy hibáztak ott, meg tudják azt, hogy nem jó, nem korrektül írták rá a papírra a mi ez, a súlyt, és mégis most... Hello. Oh, I don't understand. Mennyire jó látvány, egy ilyen városban lovakat sétáltatnak, illetve lovagolnak. Teljesen furcsa dolog. De itt van a háztom mögött egy nagy lovarda. Onnan hozzá gondolom ki sétáltatni a lovakat. Tök vagány. Na jó reggelt kívánok mindenkinek. Hát itt aludtam akkor
Weiblingenben, vagy mi volt ez, Weiblingenben, mert hogy nem lett lerakva a záró azért, mert ment a vita, hogy kifizeti a révészt a túlsúlyjal kapcsolatban. Most néztem meg egy régi videómat, 2350 kiló üresen az autóm Herzogenaurokban mérték le, mert csak úgy lehet ott rakodni, hogy megmérik előtte üresen. Úgyhogy necces az egész dolog, mert nyilván ezzel az 1150 kilóval én nem lettem volna túlsúlyos, és mégis megbüntettek 80 euróra, és nem akarja vállalni a megbízó, mármint a cég, aki ezt felrakta. Érdekességképpen kettő autó rakodott, az egyik a ponyvás 8 raklapot hozott 1120 kilóval, én 9 raklapot hoztam szintén 1120 kilóval, ugyanazok a palották, ugyanazok a motorokat hoztuk. Gyerekek, hát valaki csal, nem? Nyilván kicsal, aki felrakta az árut, össze-vissza beszél, embertelen komolyan. Azért egy ekkora, most hogy mondjam, világcég, vagy nem tudom, mint ez a Veszprémi, több milliárd bevétellel hibázik, és nem képes 80 eurót jóváírni, vagy átutalni, hogy ezen harcol két napja, hallod? Embertelen, mindegy, most nem megyek, lerakok itt aztán, mert van felrakom, úgyhogy megyek tovább, jövök majd akkor a részletekkel, jó? Na, meg vagyok, akkor mindennel ledobtam ezt a 9 palettát, aztán majd hát akkor majd kiderül, hogy ők hogyan tudnak megegyezni én részemről. Én szerintem, tehát én biztos vagyok benne, hogy én nem hibáztam, tehát én ezt hová nem tehetek, érted? Az felháborító, hogy egy cég, aki kiadja a CM-et, az hamis adatokat ad rá, érted? Tehát ez valóban felháborít engem, hogy elküldenek engem sofőrt, és ilyen kellemetlen helyzetbe hoznak, érted? Hogy nem is igaz, ami rajta van, tehát akkor hogy védjem meg magam? Hogy lehet valaki ennyire, hogy mondjam, gusztustalan, érted? Bárki is állítja ki ezt a CM-et, azért gondolkodjon már, legyen raktáros főnök, vagy tökön tudja, érted? Hát elmehet a büdös picsába. Azért ilyen helyzetben ne hozzon már egy embert, vallja be, hogy 1300 kiló, azt akkor adjon esélyt arra, hogy én eldöntsem, vagy a főnököm eldöntse, hogy elvisszük az árut, vagy nem visszük el az árut, nem az, hogy most engem itt megbüntetnek, ennyi meg ennyi pénzért, elveszik az időm, kellemetlen helyzetben vagyok, én oldjam meg a büntetést, és ő meg most meg mossa itt a kezeit, meg nem fizeti ki, meg azt mondta, hallod, hogy miért nem mentem Csehországnak. Ember, elém ne álljál, hallod, mert úgy rúglak föl, hogy erre üsz. De komolyan, aki ezt mondta. Adjátok tovább, aki ezt hallja. Üdvözlöm minden is. Kiadta automata.
autó! Matice kiadta a cuccot. Na, megtankoltam, átjöttem egy icipicit Ausztriába, aztán most visszamegyek Németországba, és 17 km 15 a felrakom. Jó sapkám van, mi? Télies az időjárás, gyerekek. Na, megúszta. Én ilyen szerencsés csillagzat alatt születtem, mindig szerencsém van mindenben. Itt vagyok a cégnél, már 5:30 van, 16 óra 35. Itt voltam 1 órakor, igaz, hogy 2 és 3 órát adtak meg a rakodásra. Jelentem már a környezetemben, mindenki elment, mögöttem állt egy lengyel furgon. Én mindig kifogom ezt, hallott, hogy itt várok órákat, tököm ki van nekem olyan. Megint az lesz, hogy este rakodok, azt mehetek éjszaka, bugdács voltok, tök fáradtam, meg egész nap fönn voltam. Itt ülök 3 órája az autóba, az ülésen, érted, hogy arra számítva, vagy arra vár, vagy bármikor szólnak, hogy álljak elérébb, nyissam ki az autót. Legalább mondanák azt, nem? Hogy 3 órát kell várni, vagy 4-et, és akkor az ember fölfekszik, alszik, vagy eltölti valahol úgy az időt, hogy kényelmesen. Nem így itt ülve a kormánynál, embertelnek olyat, egyszerűen nem hiszem el. Ki kellett dühöngeni magam, aztán már jött is a csávókám, hozta a 2 palettát, úgyhogy meg vagyok 400 kiló. A cél Vitória Gasteiz, hogy 1500 kilométer körülbelül innen, olyan 24 órát kaptam rá. Vagyok ebbe a kuk sötétbe, elfelejtettem mondani, amíg világos van és még elindultam volna azelőtt, hogy ugye én itt vagyok Svájc környékén, tehát nem messze van itt a svájci határ, és kedves kezdő fiatalok, akik ezen a környéken rakottok, nagyon figyeljetek oda, hogyha innen például erről a környékről elindultok, tök mindegy, Franciaország vagy Spanyolország felé, nagyon nézzétek meg, illetve az indulás előtt nézzétek meg, hogy a... Ott valami autó az árokban, mi volt ott? Na mindegy, nézzétek meg és legyetek figyelmesek, hogy nehogy a GPS bevigyen benneteket Svájcba, mert ha bementek Svájcba, nagyon nagy szopás lesz onnan kijönni, egyrészt vámot kell fizetnetek, és hát az időben és pénzben mínuszolni fogtok. Úgyhogy figyeljetek arra, jó? A GPS-en különben van egy olyan lehetőség és olyan opció, hogy felajánl kerülendő utakat, hogyha megnyomod a... Most közben
közbe-közbe, hogy mutassam. Vezetés közben nem fogom tudni mutatni. Majd ha megálltam, megérkeztem, akkor visszatérek erre a témára. Jó, nem tudom, hogy hol kell a GPS-be ezt útvonalakat kerülni, vagy ilyesmi. Jó? Na, az a lényeg, hogyha nem Svájcba mentek rakodni, akkor minden esetben kerüljétek Svájcot. Én első körömre, az volt az első Franciaországba küldtek ki, bejöttem Svájcba. Hallott, senki nem mondta, hogy nem szabad. Hát akkor honnan tudna az ember, nem? Nagyon nagy mákon volt, nagyon sokat jártam utána, de pénz nélkül sikerült kijönnöm onnan. Találtam egy embert, de elmondom már, jó? Na, akkor jó szakát 1448, akkor holnap jövök Vittóriából, azt elmondom. Mutatom, hogy kell, meg mondom, hogy hogy volt. Hello, szevasz, hasta la vista, hasta luego. Gyere, gyere, gyere. Gyere, bácsi, szereti a gyerekeket. Gyere, gyerek. Gyere, bácsi. Jó éjszakát. Szia. Szereti fekete Pete bácsi, ti is. Bácsi nagyon szereti a gyerekeket. A jó reggelt! Hát ti? Egy csináltak itt kék hátizsákba. De ez nem is hátizsák, hanem csak mellé. Hülyek vagytok? Elfárad a kezetek, nem? Szevasztok, megyek tovább. Társasan megy a vezetés, rendőrrel ne találkozzon. Ne kérdezze meg, hol aludtam, meg ne nézze meg a papírjaimat. Na hát itt öntöttem ablakmosó folyadékot, mert kilukadt a tartály, mármint a hátsó az 5 literes, még csináltam kávét, hát jött a rendőr, megkérdezte, hogy itt aludtam, vagy alszom, hova megyek, honnan jövök. Azt megköszönte, mondtam, hogy kávét csináltam meg, öntöttem ablakmosó folyadékot, aztán megköszönte és elment. Köszönöm szépen, hogy nem volt hát ilyen kötekedős hangulatában, rendes volt különben. Durván virágzik a cuccit Bordó mellett. Novemberben, arra ez végig. Munkaszüneti nap van ma Franciaországban, 11-én november. Valami fegyverletétel, vagy mi a tök. Igazából ez engem nagyon nem érint a dolog, csak annyi van, hogy még jó, hogy nem készültem úgy, hogy itt akarok vásárolni útközben Franciaországban, mert akkor jó nagy cumi lett volna. De még most nem készültem vásárolni. Hiába munkaszüneti nap franciáknál november 11, nem biztos, hogy minden zárva van, úgyhogy az előbbi kijelentésem az hát nem fedi a valóságot akkor. Körültekintőnek kell lenni. Ja, itt is van nyitva bolt, látod, ott még szatrukkal a bácsi. Ez meg bringázik itt kutyával. Amúgy rendkívül jó idő van, óceán jobbra, figyelj. Ott. Brutál. Rövid nadrágban sétálgatnak az emberek.
és 20 fok van. Ez igazságos, ha? Eljövök ide 1500 kilométert is nyárban. Nem tudják, ezek föl sem tudják fogni, hallott milyen környezetben élnek, nem tudják, fogalmuk nincsen. Elképzelni sem tudják, hogy máshol dideregnek, meg fűtjenek. Reggel azzal kezdik a napot a családok, hogy berobbantják a kandallót, vagy a fűtést, vagy bármit. Ó, mondjuk észre bele, hogy is sűrös van. Jelöl lámpa, kamera. Hát csak onnan gondolom ezt, hogy a házaknak azért van kéménye. És hát, hogyha van kéménye, akkor biztos, hogy szoktak fűteni, nem? Na, ha ezt látjátok, akkor ez a Mercedes-Benznek a bejelentkező pontja, hogyha nem tudod, hogy hol kell lerakodni. Becsekkoltam, megkaptam minden papírt, természetesen Las Arenas Uno, oda megyünk el, ahol szoktam, vagy itt már mutattam, DHL-nél fogom lerakni, úgyhogy akkor sipírc oda. Micsoda berőfényes Vittoria napsütés van, oda nézzetek november 12-én, és hogy a klíma az mennyivel másabb, az mutatja, hogy itt van egy fűnyírós szerkezet, és ilyenkor nyírják a füvet novemberben. Az azért elég jó, nem? Ja, ilyen ment a fűtésem különben, de most már kikapcsoltam, vagy még nem megy. Ja, még megy, de már annyira süt a nap, hogy ki kell kapcsolnom mindjárt, és ez tök jó. Amúgy különben azt kell mondjam, hogy itt van az AS24 után pár kilométerre Becsei Zoli barátom, illetve itt van Csecsaba, és kollégája, és hát invitálnak, hogy menjek oda az AS21 kútra, és én meg hát elutasítom, mert nem megyek oda, én nem szeretem azt a környéket. Ott tankoltam, eljöttem onnan, bementem az Aldiba, vásároltam, és eljöttem ide a Leclerchez. Ez a, amúgy különben, csak hogy tudjátok, itt vagyok a, ja, ez a Mahatma Gandhi utca, abban állok. Én itt szoktam aludni állandóan, hogyha Vitóriában jövök, vagy Vitóriában jövök. Itt nincsenek kamionok, emberek jönnek, mennek, nézegetem őket, el vagyok, látom, hogy nyüzsög a város. Kint az AS24 után csak kamionok vannak, és kamionosok dübörögnek, kattognak. Én azt nem szeretem, azt a környéket, úgyhogy tankolás után mindig eljövök onnan. Innen, és utólag is elnézést kérek akkor az Zolitól és Csabától, hogy nem mentem oda és elutasítottam, de nem, tényleg nem szeretem. Ahhoz, hogy egy kávét igyek, nem fogok el autózgatni 5-10 kilométert, mert hogy vissza is jövök ide, mert biztos nem maradnék. Úgyhogy, hát elnézést, oké, haragudjatok. Itt megtaláltok. Említettem, hogy a Svájca kapcsolatosan, hogy kerüljétek ki Svájcot, hogyha útba esik. És hát ugye említettem, hogy
volt nekem ezzel kapcsolatosan történetem. 2008-ban ugye elszegődtem én a hát a nagy csupa nagybetűs Varga Trans vagy Csaba Transhoz, és ott kezdtem pályafutásomat. Voltam kint, hát nem is kevés próbakörön, kivittek nem tudom hányszor, amit nem is értettem, aztán végén megkérdeztem, hogy még ezt meddig akarják csinálni, de aztán végül is adtak egy autót, és lásd csodát, az eddigi próbakörök mind Németországok voltak, és az első köröm az nem volt más, mint Franciaország. És Franciaországnak is azon része volt, ahova is a GPS nagyon okosan Svájcon keresztül vitt. Na most én, mint kezdő furgonos, vagy kezdő gépkocsi vezető, fingom nem volt arról, hogy a halandónak Svájcban nem szabad belépni, hogyha nincs hozzá köze, mert hogy az nem EU-s tagállam, és ott vámot szednek. És én hát nagy lendülettel behajtottam Svájcba, a francia áruval egy doboz volt rajtam, és addig nem is volt probléma, amíg bementem, de viszont amikor jöttem volna ki Svájcból, akkor egy nagyon aranyos hölgyike azt mondta, hogy stopp, álljak félre, mutassam a papírokat, azt odaadtam neki mindent, mosolyogtam, élveztem az egészet, milyen fasz a Svájcban is vagyok. Amikor ez kijelentette, hogy nincsenek vám papírjaim, hogy kicsit lefagyott a mosoly az arcomról, hát hogy ilyenkor most mit kell tenni, és hát magyarázta nekem, hogy vissza kell mennem a vámudvarba, és le kell vámoltatnom valami vámcégnél, fizetni, bélyegezni, aztán mehetek tovább. Na, hát én ezen felbúzdulva fölhívtam a céget, hogy itt vagyok Svájcban és nem engednek ki, és hogy valamit szeretnének. Na, itt kezdődött el a probléma. Szóval, amit én kaptam ott az irányítótól és a nagyra becsű Gyula bácsitól, úgy ordibált, hogy azt hittem ott infarktust kap, hogy én mit keresek Svájcban, hogy mit képzelek én, hogy bemegyek Svájcba, és hát, hogy oldjam meg, ahogy tudom, és ott ordított a lány is, aki akkor irányító volt, meg ez az ember is, és én csak kapkodtam a fejem, hogy hova kerültem. Szóval az embernek van elég baja az, hogy látja, hogy valami probléma van, és ha nem kap kellő felkészítést, vagy felvilágosítást az indulásnál, vagy a kezdésnél, és tudják azt, hogy kezdő vagy, akkor mire vár, mire számítanak. Szóval mindig jöhet probléma, akadhat probléma. Lehet, hogy én vagyok a balfasz, nem tudom, tehát bocsánat, de én tehát vállalom, bementem, oké, de nem ezt várja az ember, nem? Tehát az, hogyha bajban vagy, akkor segítsenek otthonról a számítógép mögül, keressenek olyat, aki tudok kommunikálni, vagy aki segít ebben, hogy tovább tudjak menni. És ha végül is engem ott hagytak, hogy oldjam meg magam, aztán lerakták a telefont, hallod? És hát Cili nagyon okosan megoldotta, vagy ügyesen elmentem több irodában, és végül is találtam egy embert, aki nagyon korrekt volt, és nyilván nem fogja tudni ezt, és nem látja ezt, de így évek múlva is nagyon nagy hálával tartozom neki, és így az éterbe kiküldöm a köszönetemet, hát ha ez őt eléri valahol, szóval megfogta a kezemet, és beült mellém az autóba, megértette, hogy mi a problémám, beült mellém az autóba, és átvitt egyik határól a másikra, egyik vámról a másikra, úgyhogy mindenhol mondta, elmondta a vámosoknak, hogy mi a probléma, és végül is kijutottam a Svájcból, és ő meg visszament valahogy, hivatott egy autót, és visszavitette magát a határól, és ez Bázelben volt különben, és hát szóval megoldódott a dolog, csak én a mai napig nem tudom ezt megemészteni, hogy ennyire inkorrekt lehet egy cég, hogy elküldi a sofőrjét, aki azért dolgozik, hogy egyrészt pénzt kapjon, másrészt a cégének is bevétele legyen, és hogyha problémád akad, akkor nem a segítséget kapod, hanem a lebaszást, a letolást, a kérdőjeleket. Na, mondanom se kell, túl sokáig nem voltam menni a cégnél, bár valamilyen úton, módon sajnos visszakeveredtem oda még egy rövid időre, ahol szintén problémák akadtak, rám vert a Csabi fiúka egy
olyat, hogy azt mondta, hogy én nem tankoltam bele a 15 eurót, amiről hoztam egy papírt, mert hogy nincs rajta egy gázolaj, és hogy ezt ennél valakitől kértem, vagy ott találtam, vagy nem tudom. Hallod, embertelen, és mondtam neki, hogy ember, hát számold már ki, hogy mennyit fogyasztott az autó, mennyit tankoltam, hogy egyből kiugrik, hogy beletankoltam, vagy nem. És azt mondta, hogy neki erre nincs ideje. Igazi köcsög. Szóval ez volt akkor Svájcra kapcsolatosan, ezért mondtam, hogy kerüljétek ki Svájcot, tehát már, hogy bemenjetek, mert nem fognak kiengedni, hogyha olyantok van. Bár hozzáteszem, hogy utána úgy jártam Svájcba, hogy tehát oda kellett mennem felrakodnom, és egy darabig úgy jöttem ki Svájcból a felrakott áruval, hogy nem bélyegeztettem le a Vám udvarnál, Agility-nél kifizettem a Vám illetéket, és megkaptam a T1-es papírt, aztán azzal a lendülettel én átmentem a határon, nem álltam meg sehol, nem bélyegeztettem semmit. Aztán végül valaki mondta, hogy hát nekem ott le kéne bélyegeztetnem a némettel is, meg a svájcival is, úgyhogy nem mehetnék így át. Aztán ezt egész addig csináltam, még valóban egyszer megállított egy vámos, azt megnézte a papírokat, azt mondta, hogy hát fáradjak vissza a parkolóba, aztán menjek le lepecsételtetni, mert ezt így kell. Úgyhogy Svájccal vigyázzatok, jó? Tehát nem ördögösség, csak nem menjetek be, hogyha nem kell oda mennetek, tehát hogyha nem oda visztek árut, és ha nem ott rakottok föl, akkor kerüljétek ki Svájcot, mert probléma lett belőle. Bár ha üres az autó, akkor szerintem át lehet menni rajta. Na, hát ennyi akkor. Oda kellett nekem betolatnom, de közben a munkások meg jöttek volna ki a gyárból, és egy ilyen munkásszállító busz meg bellén parkolt a rámpához, és attól nem fértek, azt engem akart elküldeni az itt dolgozó, érted, dodáltott autó, hogy én menjek el. Én, hát ez a majom oda parkolt, érted, mellém, aki nem is ott dolgozik. Fél hat magasságában baleső, izzó, kiégett. Kuk sötétben alig láttam, megláttam egy parkolóban, egy ilyen boltnál, ahol volt fény, megpróbáltam kicserélni, természetesen sikertelenül. Nem láttam még ilyen rajzásra, volt már szerencsém Spanyolországban. Mennyivel lehet menni? 90-es Spanyolországban. A keselyüknek a rajzásában mutattam, és sikerült felvennem, és most itt vannak ezek a daru seregek, vagy darvak. Nagyon érdekes, nagyon látványos, nagyon szépek.